Újravatalozó épül a déli temetőben, felújított kakatér, híradónk vendége a miniszterelnök politikai igazgatója, óvatosan közlekedjenek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 30-án 18 óra 5 perckor. Új ravatalozó kerül kialakításra városunkban a déli temetőben. Ünnepélyes keretek között került lerakásra az alapkő. Kormányzati támogatásból év végére elkészül a karcagi déli temető új ravatalozója. Az alapkő letételen Koncné Lehocki Krisztina református lelkész köszöntötte a megjelenteket. Korszakosnak mondható eseményen vagyunk jelen. Mondta a lelkész, hiszen sok nemzedéknyi idő szokott eltelni, míg megépül egy új ravatalozó egy-egy temetőben. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszédében szólt arról, hogy a déli temető a megye egyik legnagyobb temetője, s itt található ravatalozó épülete már igencsak felújításra szorul. A karcagiak vágya, hosszú évtizedes vágya teljesülni fog, hogy a karcagi temetőben, a karcagi déli temetőben egy városhoz, szeretteinkhez méltó ravatalozó épüljön, az mindenképpen jó dolog. Hiszen generációk vártak arra, hogy ebbe a temetőbe akár aszfaltozott út, és aszfaltozott út van. Akár méltó körülmények, kerítés, rendezett terület legyen, és az van. És most már meg fog épülni a ravatalozó is. Egy olyan ravatalozó, amelyre büszkén tekinthetünk, amely ravatalozó, méltó azokhoz a karcagiakhoz, akiktől itt veszünk végső búcsút, és azoktól a családoktól, akik itt fogják búcsúztatni szeretteiket. És mindannyiunk adóssága, de ezt az adósságot törlesztjük. Hiszen ez a ravatalozó méltó ehhez a városhoz. Méltó azokhoz az emberekhez, akik itt nyugszanak, és azokhoz az emberekhez, akik családtagjai ide kísérik ki. Én gratulálok a karcagi református egyháznak, gratulálok a karcagi önkormányzatnak, és mindenképpen meg kell köszönni Varga Mihály miniszter úrnak a gondoskodó segítségét, aki nem felejtett el karcaginak lenni, olyan karcaginak, aki tud figyelni, tud gondoskodni azokról a karcagiakról, akik itt élnek, akik szülővárosában élnek. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes ige olvasása, imádsága és áldása után az alapkőletételi urna elhelyezése következett. Kivitelezésben legalább annyira biztos vagyok, hogy megfelelő minőségű lesz, és mindannyunk számára. Ahogyan mondta képviselő, nagyon fontos, amit elmondott, hogy nem elsőrenden ez a fogalom jó, hogy szép, de méltó. Tehát, hogy méltónak kell lenni. És azért vagyok minden szempontból nyugodt, mert már a tervezésnél is figyelembe vettük, akik értenek hozzá, a kivitelezők. Többeket megkérdeztünk, hogy mire kell odafigyelni, hiszen ez egy különleges terület. Nyilván megszondáztattuk itt a területnek a képességeit. Tehát mindent figyelembe vettünk ahhoz, hogy a kivitelező majd, nem mondhassa az, de nem ilyen a kivitelező, hogy hát módosítani kell, vagy kevesebb dolgot bír el ez a terület. Tehát ezt alaposan végig gondoltuk, mert ezt egyszer kell megcsinálni. És valóban az, hogy a legnagyobb, egyik legnagyobb a megyében, egyik legnagyobb forgalmú, és a családok érintettsége miatt igen komoly másfelől érkező rokonság szokott megjelenni. Tehát azért Karcag városnak azt hiszem, hogy országosan is tudja vinni a hírét, és ilyen értelemben a jó hírét egy így megépülő ravatalozó, hiszen tényleg nagyon sok felül érkeznek. Tehát ez volt, ami motivált bennünket. Ezért volt, hogy 15 éve elhatároztuk. Hát ez a terület, ez be lett volna temetve, hogyha ezt engedjük, és akkor most nem lenne helyünk, ami közel van viszonylag a régi ravatalozóhoz, amit egyébként majd, ha elbontunk, mert ez egy kérdés volt felém, hogy lesz-e valami oda tervezve,
Oda egy belső parkolót tervezünk, kerékpártárolóval, hogyha valaki érkezik, akkor ne kelljen oldalt letenni a kerékpárt, hanem meg fogjuk oldani, hogy legyen a lehetőség a ideérkezőknek biztonságban tudni a kerékpárt. Egyébként pedig az autóknak is lesz lehetősége leparkolni. Az időkapszulát F. Kovács Sándor képviselő, Hubay Imre megyei közgyűlési elnök, Szepesi Tibor polgármester, nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, Szentesi Lajos főgondnok, Lamonc név Fekete Zsuzsanna ügyvezető helyezte el, s Dobrai Imre ügyvezető zárta le egy betonlappal. A város életében egy óriási beruházás, hiszen ahogy a köszöntő beszédben is képviselő úrtól elhangzott, nem egy örömteli fejlesztés, de mindenképpen egy fontos és hiánypótló fejlesztés. Az élet a születéssel kezdődik, és a halállal ér véget. Nem mindegy, hogy szeretteinktől, családtagjainktól, ismerősöktől, barátoktól milyen körülmények között tudunk elbúcsúzni. Eddig is volt ravatalozó, van ravatalozó itt a háttérben, még talán látszik is maga az épülete, ahogy a bevezetőben is elhangzott, nem olyan régi, de mindenképpen felújításra szorul folyamatosan. A mostani ravatalozóval, ahogy itt a hátam mögött is látszik, egy olyan ravatalozó épület kerül elkészítésre, került megálmodásra a tervezők részéről, amely mindenképpen méltó Karcag városához, azokhoz, az elhunytakhoz, azokhoz, az elbúcsúzókhoz, akik itt a déli temetőben szeretnék ezt a ceremóniát megtartani. Mindenképpen célja volt az önkormányzatnak, a református egyháznak és természetesen a kormánynak is, amikor a támogatást nyújtotta. Ugye külön köszönjük Varga Mihály miniszter úrnak a közbenjárást és azt a segítséget, amelyet szülővárosa irányában nyújtott ezen a területen is. Tehát szükséges, hogy minél hamarabb elkészüljön, hiszen minél gyorsabban szeretnénk birtokba venni, és a régi ravatalozót pedig elbontani, és ahogy Esperes úrtól tudjuk, ahogy megbeszéltük előzetesen is, ott várhatóan egy parkoló kerül majd kialakításra, amely mindenképpen egy további szükséges fejlesztése a déli temetőnek. Hát bízom abban, hogy a kivitelezők is állják a szavukat, és ahogyan az eddigi fejlesztések elkészítésében úgy itt is napra készek, és olyan minőségben fogják elkészíteni, ahogy ezt megszoktuk tőlük. Magyarország kormánya 317 millió forint visszanemtérítendő támogatásával az alapkőletételt követően elkezdődhet a munka. S várhatóan az év végére elkészül az új 265 négyzetméteres ravatalozó. Ünnepélyes keretek között ma átadtuk a kakatér felújított szakaszát Kunhegyesen. A projekt átfogó célja a természetes és épített környezet védelme, a lakosság életminőségének ellátási és környezeti viszonyainak javítása. A lakosság a vállalkozások, illetve befektetők számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása a cél, amely egyben hozzájárul a gazdasági fejlődéshez is. A projekt specifikus célja a Kunhegyes város belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár, belvíz és helyi vízkár helyzetének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése céljából. Jött egy gondolat, jött egy új és erős Kunhegyes, és nagy kunságnak a gondolata. És a kakat, mint ahogy Kunhegyes, erősebb, fiatalosabb, bővízűbb és gazdagabb lesz az elkövetkezendő időszakban. Ha belegondolunk abba, hogy most azok a kunhegyesi gyermekek, akik itt a gyaloghídon keresztül mennek a bölcsödébe, és úgy emlékeznek majd a kakatra, mint folyóra, hogy Kunhegyes emblematikus folyója, és amikor majd 10-20 évesek lesznek, és ők fognak kézen fogva andalogni a párjukkal, leülni a padokra, akkor egy sokkal virágzóbb és egy sokkal gazdagabb Kunhegyest fognak találni itt. És a kakat jellemző erre a városra, és jellemző erre az egész városra és a nagykunságra. Hiszen megújul, nem tűnik el, nem szárad ki, hanem újjáéled. És ez a folyó
újból bővízű lesz, hiszen a következő ütemben a vízügyi szakemberekkel a vízpótlását is meg fogjuk oldani, tehát nem csak csörgeződő patak, hanem barátságos kicsiny folyó lesz. Kunhegyesiek legnagyobb örömére, az ide látogatók örömére és boldogságára, és Kunhegyesnek nem csak egy szúnyogos, nem csak egy békás, hanem egy új szabadidő központja fog itt kialakulni. A belterületi kakat évtizedekkel korábban a település rendezett részeként kedvelt létesítménye volt a városnak. Például egyes szakaszain horgászni, télen a befagyott vízszerületen korcsolyázni és csúszkálni is lehetett. A Karcag Televízió vendége volt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az államtitkárral az orosz-ukrán fegyveres katonai konfliktus közép- és hosszú távú gazdasági hatásairól, a migráció kérdéséről, a V4-ek egységének fontosságáról, Magyarország és a Nagykunság gazdasági fejlődéséről, a békemenetről, valamint az április 3-án megrendezésre kerülő gyermekvédelmi népszavazással egybet kötött országgyűlési választásokról beszélgettünk. Üdvözlöm államtitkár urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Államtitkár úr, hogyan látja az elmúlt években Magyarország és a Nagykunság gazdasági fejlődését? Szerintem fontos dolgok történtek az elmúlt 12 évben a vidék viszonylatában. Talán a vidék és az ország kapcsolatában volt egy nagyon fontos hozzáállásbeli váltás, ami az Orbán kormányhoz kötődik. Ugyanis azt látjuk, hogy amikor a baloldali kormányzat van hatalmon, ennek van hagyománya is, ami visszamegy az első világháború utáni helyzetre, meg a szocialista időszakba is, de a Gyurcsány-Bajnai korszakban is 2002-2010-ben ezt tapasztaltuk, hogy a baloldaliak számára a vidék az inkább egy teertétel volt. Azt gondolták, hogy a modernizáció, a technológiai fejlődés az úgyis arra fogja kényszeríteni az embereket, hogy elköltözzenek a vidékből, nagyvárosokba költözzenek, Magyarországon túl sok település van, a Trianon hatásai miatt úgyis az országot át kell alakítani, ezért aztán minden fejlesztési forrást, meg lehetőséget, életerőt azt elvontak a vidéktől, és a nagyvárosok fejlesztésre fordították, ha egyáltalán fordították. Mi ezzel teljesen ellentétesen gondolkodunk, mi azt gondoljuk, hogy a vidék az nem valaminek a széle vagy a vége, hanem valaminek a közepe, az igazi szíve, ami nélkül az ország nem tud működni. Ezért mi arra bátorítunk mindenkit, hogyha számára fontos a saját település, számára fontos a saját szűkebb környezete, például a Kunság, számára fontos az, hogy ott élje le az életét, ahol a szülei, nagyszülei, dédszülei leélték az életet, és lehetőleg a gyerekei számára is tudjon perspektíva nyílni meg az unokái számára, akkor a kormánynak kutya kötelessége ezeket az elképzeléseket támogatni. És ezért igazából mi az elmúlt 12 évben azon dolgoztunk, hogy visszaadjuk a magyar vidéknek a becsületét, megtaláljuk azt a helyet, azt a kitüntetett szerepet, ami egyébként adottságaiból következően jár neki. És éppen ezért nagyon komoly és dedikált fejlesztési programokat indítottunk. Ugye itt ezen a területen is azt hiszem, hogy érezhető az útfelújításoknak a jelentősége, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, kifejezetten speciális település fejlesztési források, amik ide érkeztek itt Karcagon, sétálva is látja az ember ezekből következő szép eredményeket. Munkahelyteremtést is kifejezetten vidéki fókusszal végeztük. Arra is próbáltunk odafigyelni, hogy a gazdaság fejlesztési lépéseink is mindig területi módon az ország teljes területét lefedjék, tehát hogy mindenhol legyen munkahely, mindenhol legyen foglalkoztató, mindenhol legyen lehetőség a boldogulásra. Azok a közszolgáltatások, amelyek az emberek számára fontosak, azokat megpróbáltuk nem leépíteni, hanem felfejleszteni, oktatás, egészségügy, szociális ágazat, és mi hiszünk a legkisebb településekben is, azt gondoljuk, hogy a magyar falu is egy nagyon fontos érték, ezért külön dedikált magyar kormányzati forrásból soha nem látott mértékű fejlesztési programot indítottunk el, ami ugye a magyar falu nevet visel, és ez a legkisebb települések számára
nyújt lehetőséget, ezeket szeretnénk tovább folytatni, és azt kínáljuk a vidéknek, hogy a következő időszakban, ez az időszak, ez egy hosszabb intervallumot ölel át, mert az uniós fejlesztési ciklus az hosszabb, mint 4 év, de beszéltünk 4 éves kormányzati ciklusról, meg beszéltünk évente megújuló forrásokról. Odafigyelünk arra, hogy a magyar vidéknek ezt a történelmi sérelmét orvosoljuk, és hogy el tudja foglalni azt a méltó helyét, amit egyébként betölt a magyar történelemben. Pontosan ez az utolsó kérdés, hogy április 3-án gyermekvédelmi népszavazással egybekötött országgyűlési választásra kerül sor. Mi a tét, amelyről már ugye mondtunk pár mondatot? Hát igen, a háború az talán még egyértelművé tette a helyzetet, mint korábban volt. Ugye korábban mi azt mondtuk, hogy mindannyian tudjuk, hogy nincs kolbászból a kerítés, hogy rengeteg dolgunk van még, de hogy ezek az eredmények, amiket az elmúlt 12 évben el tudtunk együtt érni, ezek megkérdőjelezhetetlenek. Ezek azok a veszélyek, amiktől meg tudtuk védeni Magyarországot. És ahogy arról a korábban is beszéltünk, ugye van két válságkezelésben bemutatott teljesítmény is, ami objektíven összehasonlító, és ebben az összehasonlításban egyértelműen a mostani koronavírus válságkezelés jön ki jobban, és a mi javaslatunk az, hogy folytassuk ezt az utat, hogy előre menjünk, ne forduljunk hátra, ne adjuk még egyszer a kormányzás lehetőségét annak a baloldalnak, aki egyszer már az országot a földbe vezette. De a háború abban a tekintetben változtatott, hogy talán még ehhez képest is, hogy itt aztán nem lehet össze-vissza beszélni, mert abból aztán emberéletek kerülnek veszélybe. Képzeljük el, hogyha Magyarország fegyvert, katonákat küld Kárpátalján keresztül, akkor nyílt célpontja lesz Oroszországnak. És mi történik akkor, hogyha egy NATO tagország és Oroszország között közvetlen háborús harci cselekmények alakulnak ki, akkor nagyon gyorsan itt a határainkon is kialakulhat fegyveres összecsapás. Tehát én azt hiszem, hogy nem akarom az ördögöt a falra festeni, és van esélyünk arra, hogy ezt a legrosszabb szenáriót el tudjuk kerülni, de nagyon fontos az, hogy mindenki nyugodt legyen. A miniszterelnök úr úgy mondja, hogy ez stratégiai nyugalom, és hogy arra van most jelen pillanatban szükség, és felelős politizálásra. Sajnos azt látjuk, hogy a baloldal ebben a kampányőrületben, amiben üzemel immáron hetek, hónapok óta, ezt a stratégiai nyugalmat nem képes Magyarország számára biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a békére és a biztonságra szeretne szavazni Magyarországon, az a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit tudja április 3-án támogatni. Államtitkár úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a kerékpárút felújítási munkálatok miatt a Karcag végét jelző táblától a Kargil gyárig, a Volt Hagéig a kerékpáros forgalom előreláthatólag május 31-ig a Madarasi út két szélén történik. Ezért a Magyar Közút Nonprofit ZRT előírásának megfelelően 30 km/h sebességkorlátozó közúti jelzőtáblák kerültek kihelyezésre mind a két oldalon. Kérünk mindenkit a sebességhatár fokozott betartására. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!